nagyobb lehetsz, hogyha magadon akkor is nevetsz, hogyha valami nem sikerül, tudd, hogy nem vagy egyedül. Nagy vagy, de még nagyobb leszel, de valamit jobb, ha elviszel, sok akadályt lépsz majd át, de tudd, hogy a csapat mindig számít rád. Nagy vagy! Nagy vagy, Balaton Fried! Bizony, bizony, ez a döntő, méghozzá a legjobb 5 csapattal, akik derekas küzdelem árán jutottak el idáig. A múlt héten kezdődött a végjáték, itt a Balatonfüredi Hotel Marina strandján. A csapatok nem henyélhettek, hisz mind győzni jöttek. Az elődöntős játékokhoz képest a feladatok csak nehezedtek, hisz ez már a döntő, és ők a legjobbak. A csapatok a csúszós pályán, és persze a vízben is bizonyíthattak. Ez utóbbinál, abban a játékban, amellyel képletesen adományozásra szeretnénk buzdítani önöket. Közeleg az iskola kezdés, és most is szeretnénk felhívni a figyelmet a Vörös Kereszt kezdeményezésére, amellyel rászoruló családok gyerekeinek iskola kezdési támogatását segítik elő. A részletekről az adományvonal telefonszámáról az adás után, illetve az internetes elérhetőségeinken megkapnak minden információt. A játék hevében a drukkolás közben se feledkezzünk meg a rászorulókról. Nagy vagy! Nagy vagy! Mehetünk! Ja, nincs itt a kormányosom. Na, képzeljék el, hogy minden vízi közlekedő eszközt itt most be fogunk vetni ebben a játékban is, de nem rendeltetésszerűen fogjuk őket használni. Értem ez alatt azt, hogy a gumicsónaknak nem az alja fog siklani a vízen, hanem a teteje. Fordítva, ez a játék egy őrület lesz. Mindenki a feje tetejére áll. Még az is lehet, hogy Szent Györgyi Rómeó is. Majd mindjárt meglátjuk. Na nézzük, hogy a proféta szólt épp belőlem, és Szent Györgyi Rómeó is a feje tetejére áll-e, de hát amint látják kedves televízió nézők, a gumicsónakokat tényleg megfordítottuk, és ennek megfelelően, illetve pont ennek nem megfelelően próbáljuk meg használni őket rendeltetés szerűen, illetve annak ellentéteképpen. Na, a Balaton fűzfőjek megpróbálnak valahogy megküzdeni az elemekkel, mint ahogyan a Diós Jenői citromsárga csapat is teszi. Ha megvannak ezek a gumicsónakos átúszóink, akkor jöhet a következő csipet csapat, akiknek pedig át kellene evezni egyetlen evező segítségével. Ebben egyébként szóval nincs az a testtartás, amit egy ilyen gumicsónakban fel lehet venni egyedül, és kényelmesen lehet vele evezni. Ezt most már akár így sok év távlatából, tapasztalatból is mondhatom. Ha megvannak ezek a gumicsónakos evezősök, akkor jönnek a tutajosok, mint ahogy látják kedves televízió nézők. Úgy tűnik talán a megyasszonyok érkeznek be elsőként. Tehát minden ilyen közlekedési eszközt meg kell érkeztetni A-ból B-be. Itt a Bajza utcaiak is segítenek egymásnak a partra vergődni, és aztán megy a szó, reméljük, hogy nem süllyed el a vízibicikliük, vagy nem fúrja meg valamelyik ellenfél játékos esetleg a vízibiciklit, és süllyednek el itt a Balaton közepén, de akkor rögtön ugranánk, és egyemberként mentene mindenki mindenkit. Noémiék egy picit megálltak pihenni, igazatok is van, le ne izzadjunk, ugye, ebben a nagy napsütésben. Hát a mosolyban minden van, és Noémi ezzel a mosolyjal mindenkit levesz a lábáról. Helyes! Még a Balaton fűzfőieket is! Megy a szó, már ünnepel, már örülnek, és közben itt egy hatalmas hármas holt verseny alakulhat ki esetlegesen. Jönnek a Bajza utcaiak, talán tőlük nem lehet elvenni a második helyet. Hoppá, a megy a szóiak örülnek, majdnem megharapták a vízibiciklit, de nem baj. És közben Szent Györgyi Rómeó pedig egy emberként együtt lüktetve, pulzálva a Badacsony tomai csapatával próbálja meg belögdösni valahogy magukat egy kicsit előkelőbb helyre. A Balaton fűzfőiek pedig úgy látom, hogy a tömeget okolják, hibáztatják azért, hogy nem ők lettek az elsők. Ha egy kicsit nagyobb lett volna a vircsaft a parton, akkor elért volna az ő fülükig is. Szép volt, megy a szó, ordít az egész Balaton part. Hát szép volt, megy a szó, ügyesek voltatok. Igen, nagyon-nagyon jó a csapat, és hát elkapott minket a finálé hangulata. Jó, jó, egyelőre minden a megírt és a megtervezett szerint alakul. De az összesítésben a második helyen áll a Diós Jenői csapat. Még minden lehetséges. És ez az összes csapatra vonatkozik. Az élen állók se bízzák el magukat, és persze az eddig gyengébben teljesítőknek sincs okuk az elkeseredésre. És ha van még olyan kérdés petárdánk, amit nem durrantottunk el, hát azt most ide tartogattuk a döntőre, mint például... Füred, csopak,
legkedvetebb porfajtája melyik? Ez az egyik kérdés. Na, melyik? Ez az egy a hatból. Ki fog derülni? Egy percük van a csapatoknak, természetesen, hogy a hat kérdésre hat meglehetősen jó választ kapjanak, vagy adjanak, és akkor kapnak hat pontot. Annyi pontot kapnak, amennyit eltalálnak. Hajrá! Na, igencsak kíváncsi vagyok, hogy például borfogyasztásból a kedves játékosok mennyire tudnak jól vizsgázni. Hát hiába azért a Balaton fűszfőieknek és a Badacsony tomaiaknak azért ezt kenni vágni kell, legalábbis ezt a kérdést mindenképpen, de szerintem a fővárosiak is bele fognak tudni szólni itt a küzdelemben. Hát hiába nem csak fizikailag, hanem szellemileg is meg kell mocorogtatni magunkat. Fő az egészség, és akkor... akkor vagyunk igazán egészségesek, ha az agyunk is működik. Hát itt a napon ez egy picit nehezített pálya, de már csak 2 másodpercük van a csapatoknak, hogy levegyenek minket a lábunkról. Igazából egy kérdés. Is érte pontot, de sajnos nem lehet. Hisz pont csak a jó megfejtésekért jár. Rossz hír a sárga csapatnak, hogy nem lett 2 jó válaszuk, csak 1. Hibátlanul a tavalyi győztes balatonfűzfői csapat oldotta meg ezt a feladatot. Úgy látszik, őket nem zavarta meg a csapatkapitány. Én csak hátráltató tényező voltam szerintem, most itt csak összezavartam mindenkit. Tehát itt volt egy-két határozottnak tűnő válasz, amit én sikerült elbizonytalanul. Azt buktuk. Nagy vagy, úgyhogy a csapat mindig számít rád. Nagy vagy. Pincér! Feldobom a tányért, elkapom a tányért, megpörgetem a tányért, aztán elmosom a tányért, ha már megettem a palacsintát. Mert hogy annyit emlegettem én itt a Balaton partján a lángos meg a palacsintát, ugye a két fő motívumot, ami gyerekkorunkat összeköti a Balatonnal, hogy bizony meg is kívántuk a palacsintát, és meg is kell kenni, és a palacsinta sütőknek el kell oda érkezni a túloldalra, ott majd megkenik őket, a palacsintákat, a sütőt nem, csak a palacsintát, és aztán 10 darab palacsintával meg be kell valahogy vergődni a célvonal mögé. Egyáltalán nem lesz könnyű, mert a pálya az csúszós. Na kérem, meglátjuk, hogy ki hogyan dobálja a palacsintát, illetve hogy tud vele ügyesen szaladgálni ezen a csúszós talajon. Tehát a játék lényege, hogy a palacsinta szállítóknak a sütő segítségével, mint hogy Peti is milyen ügyesen veszi itt az akadályokat, szóval meg kell érkeztetni ezeket a palacsintákat a túloldalra, ahol meg a kislányok dolga az lenne, hogy megkenjék őket minél finomabban és minél bőségesebben, és aztán a végén majd, hát ha a jóisten is úgy akarja, akkor elfogyasztásra fognak kerülni ezek a palacsinták. 1-2 azért már megjárta a hadak útját, legalábbis ami ezt a folyékony, felmosószeres, mosogatószeres nejlon alapot biztosítja itt nekünk, szóval 1-2-t már megfürdettek a kedves játékosok itt ebben a habviharban, úgyhogy nem biztos, hogy rögtön neki is kell állni, meghamatálni ezeket a palacsintákat. Minden esetre itt azért a Balatonon jól esik, ugye? Kijövünk a vízből egy kis hancúrozás vagy labdázás után, akkor azért úgy jól esik az embernek egy-két hitvány falatot elfogyasztani, akár a palacsinta formájában. Puskás Petinek nagyon megy ez a játék, és Szentgyörgyi Rómeó is biztos lábakon áll ezen a csúszós talajon. Hát most talán az ételek, a gasztronómiai különlegessége külalakjáért nem fogunk külön pontot adni, de talán levonni sem, mert ebben a nagy kapkodásban örüljünk, ha egyáltalán el tudnak jutni ezek a palacsinták egyik oldalról a másikra, nemhogy még jól is nézzenek ki. Noémi úgy tekeri azokat a palikat, hogy öröm nézni. Na de vajon Bediék hogyan jeleskednek ebben a játékban? Vagy hogyan jeleskednek a Diós Jenőiek, vagy a Megyaszóiak? Gerikém, hány palacsintát sütöttél már a családnak? Szakavatottan, de nézzék, beledugja a serpenyőbe a hüvelykujját, és úgy belefogja a palacsintát, Geri. Fantasztikus, szóval azért az elmúlt hetek hiába. Hoppá, a két sárga csapat már ünnepel. Megyaszó is úgy tűnik, hogy hamarosan beállhat az ünneplők táborába, és megérkezik Noémi, és megérkeznek a bajza. De a legtöbbjüknek az evése biztosan jobban ment volna. De mi lett volna a Badacsony tomai csapattal, ha nincs zavaró tényező? Sikerül nekik a feladat? Akkor hányadik helyen végeztek volna? Mert így is az elsők lettek ebben a fordulóban. Elsők lett. Nagy vagy!
Dupla pontos döntőjátékunkhoz érkeztünk itt a Nagy vagy Balaton-Füred döntőjében a Marina Hotel partján. Hát kedves televízió nézők, valami hasonlót kell majd a csapattagoknak is véghez vinniük. Itt az akadálypályát le kell gyűrni. Egyáltalán nem lesz könnyű. Sem a celebek dolga, sem a csapat többi tagjának a dolga, mert hogy vízzel telített bombákat, kicsi vízi lufikat kell oda dobni a celeb csapatkapitánynak, akiknek úgy kellene elkapni, hogy ne robbanjon szét ez a lufi. Ha csapatonként megvan ez az öt kis vízibomba, akkor lehet visszaszaladni oda a célvonal mögé, és aki a leggyorsabb, nyilván az a legügyesebb, a legtöbb pontot viszi el, és lehet, hogy ő lesz a legnagyobb. Na szorítsunk így a kedvencünkért! Már csak azért is szorítsunk, kedves televízió nézők, mert elég szoros az állás, úgyhogy mondhatnám, hogy nyílt sisakos a küzdelem. Tulajdonképpen bárkiből lehet bármilyen helyezett, ahhoz képest és attól függően, hogy teljesít ebben a játékban. Talán a Diós Jenőiek állnak eddig az élen, de megy a szó is, ugye nagyon szépen játszott egész nap a fehér csapat. De közben ott vannak azért narancsban a Badacsony Tomaiak is, sőt, a tavalyi győztes Balaton Fűzfői csapat sem hagyja magát. De most úgy látom, hogy ebben a játékban Budapest is majdhogy nem az élen jár, legalábbis összeszedték nagyon magukat a fiúk és a lányok. Úgy látom, itt valakinek már 4 lufia össze is gyűlt, akkor már csak a befejező lufit kell megvárni, reméljük nem durran szét, és akkor lehet rongyolni visszafelé. Ez a Puskás Peti vezette? Citromsárga csapat? Úgy tűnik, hogy igen, mindenki esik be a célvonal mögé, szinte másodperceken belül. De hát igen, Puskás Petiék és az ő Diós Jenői összeállítása nagyon ünnepel, nagyon örülnek. Ez a játék megvan, de hogy a végső győzelemhez is elég lesz-e, az pillanatokon belül kiderül. Na, hát itt már nagyon ünnepel a citromsárga csapat. Ez a forduló megvan, mi? Olimpia, simán. Én még most is remegek az izgalom. Igen, érzem. Néztem és vártam a lufikat, őrületes élmény volt. Állati, ugye? Ez tényleg olyan menet volt, ami centiken múlott, nem? Hogy láttam a többieket is, tehát fejfele alatt végig mindegyik csapat, és hú. Igen, nem sokára lesz, mert ez volt az utolsó, méghozzá dupla pontos játék, melyet a Diós Jenőiek nyertek. Jogos az örömük, de a végeredmény még senki sem tudja biztosan. Azért a harmadik. Mi pedig János mindjárt megkérjük, hogy gyorsan összesítse a pontokat, és akkor nincs más hátra, mint az eredményhirdetés. És megtudjuk, hogy az idei szezonban a Nagy vagy Balaton-Füred szériájában ki volt a legügyesebb és a legnagyobb. Nagy vagy! Kedves televízió nézők, hát elérkezett ez a pillanat is, a Nagy vagy Balaton-Füredi szériájának sajnos ezennel itt most vége, de még nem rohanunk ennyire előre, mert tudják, hogy díjak tömkelege kerül itt most átadásra. Érkezzenek a külön díjasaink, a Nagy vagy Balaton-Füred versenysorozatának legjobb, legügyesebb lány, illetve fiú játékosa egy-egy ajándékcsomagot kap a régió játéktól. A legjobb lány játékos Bertalan Boglárka Balatonfűzfőről! A díjat átadja Kuruc Péter, a Nagy vagy Balatonfüred producere. A legjobb fiú, aki szintén megkapja a régió játék külön díját, Nagy Patrik Badacsony Tomajról! Külön díjban részesül a Nagy vagy Balatonfüred legsportszerűbb csapata is, ez pedig nem más, de előtte elmondom az ajándékukat. Egy hosszú hétvégét tölthetnek el a Balatonfüredi Hotel Annabellában. És hogy? Ki az a csapat? A budapesti Bajza utcai általános iskola csapata. A díjat pedig átadja Parádi Ádám, üzemeltetési vezető. Érkezzenek a csapat eredmények. 5. helyen végzett 16 ponttal a budapesti Bajza utcai általános iskola csapata Zalakaroson pihenhetik ki a verseny fáradalmait egy hosszú hétvége keretén belül a 3 csillagos Aquaterm Hotel Plusban. A díjat átadja Lednecki Mária tulajdonos ügyvezető. 4. helyen végzett 22 ponttal a tavalyi címvédő Balatonfűzfő csapata. A csapat jutalma, hogy Siófokon a 4 csillagos CL Plaza Hotelben pihenhetik ki a verseny fáradalmait. A díjat átadja Varga László értékesítési és marketing igazgató. A dobogó 3. fokára állhat fel 24 ponttal
Badacsony Tomaj csapata, a bronzérmes csapat pedig Zamárdiban a négycsillagos Hotel Vella Marin vendég szeretetét élvezheti egy hosszú hétvégén keresztül. A díjat átadja a Purma Judit ügyvezető igazgató. Gratulálunk! Ezüstérmes lett 31 ponttal. Diós Jenő csapata! A csapat eltölthet egy hosszú hétvégét a négycsillagos Hotel Silver Resortban, Balatonfüreden. A díjat átadja Rádóczi Andrea, ügyvezető igazgató. És akkor ezzel megszületett az abszolút végeredmény, mert hogy az első helyen végzett 34 ponttal egy pici település, pici cuki aranyos kis csapata, fehérek, patyolattiszták, és ők nem mások, mint a megyaszóiak Váci Gergővel. Úgyhogy a legnagyobb a fődíja egy hosszú hétvége, all-inclusive ellátással a versenyünket vendégül látó Marina szállóban Balatonfüreden. Hát nagyon gratulálunk, a díjat pedig átadja Parádi Ádám üzemeltetési vezető. Ugyancsak az aranyérmes csapat nyereménye egy Spocky Sportszer csomag a Roszkó webáruháztól, az övéké ezentúl annyi liter Fonte Libra ásványvíz a Fonte Vivától, ahány kilogramm a csapat összsúlya, hát ez azért üdítő lesz. Valamint természetesen az első helyezetté még a megyaszóiaké, egy sajt összeállítás a Szarvasi Mozzarella Kft-től. Ha megengedik, hogy egy ilyen nagyon olcsó szóviccel éljek, hát nem csak a szó megy, megy a szónak, hanem a játék is megy. Úgyhogy itt a nagyvagyban elég jók voltak. Úgyhogy megy a szó, megy a szóra. De haragudjanak érte. És természetesen biztatom őket, kedves televízió nézők, hogy látogassanak el ide hozzánk Balatonfüredre, vagy a Balaton bármely városába, jöjjenek le, biciklizzék körül, ússzák át, másszák meg minden hegyét, völgyét, dombját, és természetesen találkozzunk ősszel is a TV2 képernyőjén itt, a Nagyvagy keretein belül, akkor már nem a Balaton partjáról jelentkezünk feltételezhetően, bár ha jó idő lesz, akkor kihúzzuk még egy kicsit a nyarat, és egyébként pedig nyugodtan biztassák egymás iskola társait, akár a pedagógusokat, akár anyuékat, noszogassuk egy picit, hogy szóljatok már az igazgató asszonynak, anya, hogy jöjjünk és játszunk egyet itt a Nagyvagyban, mert mindenki élményekkel és tárgynyereményekkel gazdagodik, szóval megéri hozzánk eljönni a Nagyvagyba. Vigyázzanak nagyon magukra, ha van kedvük szörfölgetni, szörfözgetni, esetleg nem csak a vizen, hanem az interneten is, megtehetik a tv2.hu per Nagyvagy oldalon, vagy ott vagyunk a legismertebb közösségi portálon is. Például csak keressék a Nagyvagy feliratot. Vigyázzanak magukra, találkozunk remélem ősszel is, ugyanitt a tv2 képernyőjén. Addig is legyenek a lehető legnagyobbak. Viszontlátásra! Nagy vagy!